Sziasztok! Tiszteltel köszöntök mindenkit! Éjszakai vadfotózás 33. befejező részét látjátok, melyet 2018 és 2021 közötti időszak fotóiból készítettem, és melyek természetesen az eddig nyilvánosságra hozott videókban nem szerepelnek. Tartsatok velem! Hát összesen 6 évig üztem ezt az éjszakai vadfotózást, és feljegyzéseim szerint egy picivel több, mint egy naptári évnek megfelelő időt töltöttem a lesen. Hát ez alatt rengeteg dolgot láttam, még sokkal többet hallottam, és néha fotóztam is, miközben gyakran a leshelyemet is cserélni, változtatni kellett, hol ezért, hol azért. Hát legtöbbször azért, mert valakik felfedezték, és akkor ott különböző dolgokat műveltek, és a legutolsó leshelyemen, ezen a helyen, amit a képen látunk, voltam a leghosszabb ideig, több mint 2 évig, amit 3 méternél is magasabbra helyeztem el, és nem tudom, hogy ezt is felfedezték, vagy nem fedezték, de minden esetre ezt könnyűszerrel elérni nem lehetett. Tehát az egyik oka, hogy én ilyen magasról fotóztam, ami a fotózást természetesen egyáltalán nem tett jót, az egyik oka ez volt. A lest lebontottam, utánam egy gyufaszálat nem lehet találni az erdőbe, mindent elhoztam, amit én vittem oda, ez számomra rendkívül fontos, és úgy gondolom, hogy bárki számára követendő példa lehet. Hát sajnos a legelső fotókból nem maradt fenn egy sem. Én egyébként is hajlamos vagyok arra, hogy a fotóimnak nagy részét nem őrzöm meg. Ezek rendkívül gyenge minőségű fotók voltak, de most a videóban nagyon is jó lenne, ha meglenne, ugyanis tisztán emlékszem rá, hogy a legelső fotóm az egy róka volt, amit úgy fotóztam le, hogy a rókát egyáltalán nem is láttam, csak hallottam, hogy rágja a konzervkukoricát, fogalmam se volt, hogy egyáltalán mi van ott, csak sejtettem, hogy a helyén van, és a alacsonyan elhelyezett lesről, a tripodon álló nappali fénynél előre váltott fényképezőgépemet exponáltam, úgy, hogy azon a fényképezőgépen még vakupakut sem volt. A világítást egy nagyon-nagyon régi, tán 30 éves vaku, ami újkorában se volt semmi esetre se 18-as kulcsszámnál nagyobb, mire használatba fogtam, szerintem messze nem ért el a tized se, alig-alig világított, és a vakunak az elsütése az úgy történt, hogy a fényképezőgépnek a beépített vakuját használtam, és egy általam készített vaku elsütőt vezérelt ez a csöbb vaku, és vezetéken, egy 30 méteres vezetéken keresztül sütötte el a vakut. A második fotóm pedig egy őz volt, és az előzőhez azért még szeretném hozzátenni azt, hogy
A képet természetesen csak otthon láttam, mikor már a számítógépre letöltöttem, és meg voltam róla győződve, hogy őzek lehetnek ott, mert a konzerv kukoricára a beetetésre őzek jelentek meg, és ezeket láttam, és nagy csodálkozásomra otthon láttam meg először, hogy gyakorlatilag egy rókát fotóztam. A második kép hasonló körülmények között egy őz volt, és a következő vaddisznó lett volna, de sajnos a fülradarom rosszul mérte be a helyzetet. A disznók még nem voltak teljesen a szórón, csak annak a közelébe, mikor a semmibe exponálva megijesztettem és elzavartam őket. És hajnalba vettem tudomást arról, hogy rendkívül rossz helyen vagyok, ugyanis a hajnalba disznóra cserkelő, illetve hát barkácsoló vadászoknak az autója pont rám világított. Kiderült, hogy a vízmosásnak a túloldalán van egy erdei út, ami pontosan az irányomba van, és hajnalonként ott szoktak belövöldözni a úton átkelő disznókra, úgyhogy a lest lebontottam, és ez volt az én első költözésem. És akkor lássuk a 2018-ból fennmaradt három fotót. Hát ez már a új helyen van, tehát a költözés megtörtént, illetve volt egy fejlesztés is, hogy a vezetékre kiépítettem még egy érpárat, és készítettem magamnak egy mikrofont, illetve egy fülhallgatót, ami folyamatosan a fülemen volt, és így pontosan hallottam azt, hogy mikor közelítenek, illetve mikor vannak a szórón, ugyanis ha a szóróra bármi ráment, a darazsaknak az ümmögését is meghallottam, és óriási hangerővel lehetett hallani, hogyha valami ténylegesen a szórón rág. Természetesen disznókat itt sem látom, a vakok ugyanaz, de azt tudom, hogy a szórón van, vagy nincs a szórón. Úgyhogy kompozícióról szó nem lehet. És akkor látható, hogy SP590 UZ, tehát egy ultra zoomos kis Olympus géppel fotózok. Nyugodtan utána lehet nézni, hogy se vakupapucsa, se egyéb különösebb erényei nincsenek. F5, hát ugye ide kellett volna a 2.8, ami az új gépemen megvan, tehát ezért volt egy fontos prioritás az új gép vásárlásnál, hogy ez tudja nekem végig 600 mm-en is. Ugyanis ez is tudta a 2.8-at, de csak nagy látószögön. Tehát, hogy az ember elkezdett zoomolni, akkor 1-2-re fölugrott, 4,5, majd 5-re. Tehát ez egy, nem egy beállított, hanem ez a gép által meghatározott rekesznyílás volt. 250 másodperc volt a záridő, ugye itt még nem a mechanikus elsütőt használom, hanem ami a fényre sült el, tehát itt nyugodtan lehetett a 250 másodpercet használni, ez gyors volt. Az ISO viszont ezen a képen 200, hát nagyon sokkal följebb nem is igazán volt ajánlatos ezen a gépen húzni, ugyanis csak az izi lett volna több, így gyakorlatilag
óriási fényhiány volt, a vakú épp hogy csak megvilágította a szórót. A szóró ekkor gyakorlatilag almából állt, olyan szerencsém volt a kezdetekkor, hogy egy vadon növő almafa alatt vezetett el az utam, ahol én mindig találtam annyi almát, amire nekem szükségem volt. És akkor látjuk azt, hogy ezen a képen a izót felemeltem 400-ra. Hát világosabbnak világosabb lett, de túl sok köszönet nem volt benne. A kép természetesen utómunkázva van, tehát ez a utómunka nélkül még ennél is nézhetetlenebb kép lenne. És közben volt egy vihar, ez nem egy kidőlt fa, hanem ennek a fának a felső része egyszerűen eltörött és ide bezúgott. És hát lehet, hogy ez a következő költözésemnek volt az egyik oka. És akkor 2019-ben járunk. Ez egy új hely, ahol sajnos nem maradhattam sokáig, már felfedezték a lest, és mondjam azt, hogy szórakoztak velem. Ugye vannak pajkos emberek, inkább egy más embernek a történetét mesélem, aki vadász volt, és a létrát alulról elfűrészelték, és mikor ment föl, szerencsétlen jól összetörte magát. Tehát ilyenekre lehet sajnos számítani. Hadműveleti idő 2019. április 3. 21 óra 10 perc. És ugrásszerű fejlődés, FZ300-os a gép, van vakupapucs, F4 a rekesz, és 100-as a izó, viszont itt már rendelkeztem három darab, úgynevezett, már kiment a divatból akkor, automata vakuval, és ezekkel világítottam meg a területet. Tehát ekkor még sózót nem használtam, viszont itt már látható, hogy kukorica van, hát ugye áprilisban még nincsen alma, de egyébként is sajnos az a fa tönkrement, és akkor mindig kénytelen voltam a etetőanyagot megvásárolni. Ha jól emlékszem, akkor talán ez az utolsó április 25-én, 23 óra 17 perckor készült a fotó, körülbelül 300 mm az ekvivalens gyújtótávolság. Következő hely, egy másik megvilágítás, egy vadabb, erdeibb környezet, és még itt is szerintem ugyanazokat a vakukat használom. Kicsit megpörgetem, mert lehet, hogy túlságosan hosszú lesz a videó, nem igazán szokott nekem sikerülni ez rövidre. Ezért látható, hogy malacokból, nagyobb disznókból,
nem volt hiány. Gyakorlatilag az volt a ritkaság, ha sikerült hőzet fotózni, ugyanis a disznók annyira odajártak, hogy állandó disznószag miatt a hőzek nem látogatták a helyet egyáltalán. Az előző őz is csak azért volt ott, mert még új volt a hely, tehát még kevés disznó fordult meg, de itt már ezen a helyen nem jelentek meg az őzek. Nagyon-nagyon ritka volt, hát ez 19. június 23-a például. Itt egy interakció van. Kandisznó, kiskan a testvéreit fegyelmezi, ugyanis annyi fejlesztés volt, hogy itt is, meg ahol az őzeket láttuk az előbb, ott is a szóró fölött már elhelyeztem egy kis lámpát és egy légpuska távcsövet adapterrel szereltem fel a fényképezőgépre, és azon keresztül gyakorlatilag valamilyen szinten tudtam komponálni, habár azt nem nagyon tudtam megállapítani, hogy most a disznó vagy az valamilyen állat az most felén fordul, vagy éppen ellenkezőleg, de azt már láttam, hogy hol van. Ugye a kép az elősen kroppolva van, de azért látható, hogy azért itt van élesség is, meg hát ugye van fény. A fény az a fotózásnak a lelke. A üldők futkoznak. Képeket csak itt találomra válogattam ki, nehogy valaki azt higgye, hogy ennyit fotóztam csak, mert olyan volt a járás, hogy egy éjszaka több kondát is fotóztam, és egy-egy kondáról is több fotót készítettem, és a közelemben 7-8 konda tuti, hogy elvonult szinte minden éjjel. Hát ugye valaki kiszagolt, akkor az elment, de akkor jött a következő, és ez volt az az időszak, amit egy régi videóval mutattam, hogy milyen etetőt készítettem, hogy a fölzabált szóróra mindig éjszaka közepén is rá tudjak etetni. Hát ez már ugye augusztus 15-e, hajnali 4 óra 39 perc. Hát ugye én kint szoktam lenni egész éjjel, sőt, majdnem egész nap. Na, és itt van a kis kansüldő, a primadonna. Ezt már egy videóban említettem. Ez volt az a disznó, akivel csinálhattam bármit. Ez addig nem tágított, még mindent meg nem evett. A kondája megunta a fotózást, és egyszer csak már oda sem jött a szóróra, nem tetszett nekik, de ő, ha erre jártak, már előre futott, és gyakorlatilag nem tágított, ha rápisszentem, vagy zörögtem, hogy megmozdítsam, az arra se reagált, csak evett. Hát sok ilyen ismerettségem volt, tehát erre emlékszem. És akkor látható, hogy itt konzervkukorica is van, meg dara is. A darát azt azért szoktam, hogy lassabban tudják fölenni, illetve ha belátapossák a földbe, akkor az ott erjedés, folyamatos szagot áraszt, és csalogatja az állatokat. Hát itt gondolom, hogy rápiszelhettem a rókára, és felkapta a fejét, és úgy
exponáltam. Tehát egyértelműen látszik képen, hogy ez komponálva van. Nagyon szerettem ezt a helyet. Igaz, hogy ilyen mindenféle bedőlt, bozót meg egyebek volt, de ez a szórástól eltekintve eléggé egy ilyen vadregényes környezetet biztosított, ami gyakorlatilag a viharnak a következménye, tehát itt még nem a fakivágásról, meg a ritkításról van szó. És még egy fotó, amikor nem peszentettem, és róka eszik. Október 18. Hát ugye én télen is kint szoktam lenni, úgy látik ez az utolsó fotó, de csak így találomra pár fájlt kiválasztottam, megnéztem, aztán azokból választottam csak ki a fotókat, úgyhogy itt nagyon sok minden kimaradhat, akár egy évszak is, vagy bármi. És akkor itt léptünk be 2020-ba. Láthatjuk, hogy nem igazán zöld semmi. Hát ugye március 10-e van, 22-re 45 perc. Kandisznóba jött a szóróra. Látható, hogy micsoda sártenger van, pedig még sózó sincs. Hát gyakorlatilag csak akkor jönnek oda, hogyha valamit odadobok, és ezekben az régi időszakokban sokszor a talajt is egyengetnem kellett, mert olyan turásokat végeztek időnként a disznók. És megjelenik a sózó. Április 3. Ugyanis disznók mindig mindent föltakarítottak, és hát abban reménykedtem, hogy ha van sózó, akkor egyrészt jobban odajárnak, másrészt esetleg előfordulhat szarvas vagy ősz, ha arra jár, akkor az is talál valamit. Ezen a képen a sózó ki van retusálva, a talaj is retusálva, tehát retusálva van, tehát azért nem látunk olyan nagy sarat. Április 17. F2.8 és kb. 300 mm a gyújtó távolság. És ez biztosítja nekem, meg hát persze a három vaku, hogy kép az világos. És elérkeztünk egy új helyre, egy új oszlop, egy új sózó, és három vaku, az egyik fény ezen a fán, a másik
fény a másik fának itt az aljából egy kevés látható, és a hátsó fény pedig ezen a fán van, tehát itt valójában hátulról és két oldalról 45 fokba világítottam meg a fő témát. Itt elől ez a kis bástyaszerű dolog, ez volt az én legelső sózom, ezt egy ismerősöm fürészelte nekem a saját akácfájából, hogy ezt ássam le félig, és ezt használjam. Hát én leástam nem félig, hanem majdnem teljesen, és két éjszakát bírt ki, és a disznók kitúrták, és utána kerestem ezt a másik oszlopot, amit már egy jó 80 centiméterre leástam, ami azt jelentette, hogy valamivel tovább tartott, de ezt is kiásták. Na most itt a módszerem az volt, hogy a sót kevertem agyaggal, és úgy tettem rá az oszlopnak a tetejére, illetve spaklival a két oldalát jobbról és balról ezzel kentem meg, hogy esetleg jövő állat az oldalról nyalogassa, és akkor nekem keresztbe áll. Az agyagra szüksége van az állatoknak, ugyanúgy, mint a sóra, tehát nem baj, hogy agyagos, sőt kifejezetten kívánatos, de én nem ezért kevertem elsősorban össze, hanem azért, mert itt még a só nem volt belefúrva az oszlopba, később már ugye ezt a módszert alkalmaztam, és a vakuknak a fényét visszaverte, és egy óriási, világos foltot okozott, egy fényjelenséget, a halójelenséget a képen. Ami különösen akkor volt zavaró, meg kényelmetlen, amikor a képről az oszlopot el akartam távolítani, és akkor előfordult az, hogyha a képet egy másik eszközön néztem meg, aminek a színei és a fényei másképp voltak kalibrálva, akkor megjelent ez a haló jelenség, és akkor találtam ki, hogy összekeverem az agyaggal, és akkor a legjobb módszer az, hogyha ez nem is keletkezik. És itt van egy kép, innen ki van retusálva az oszlop. Itt olyan szerencsém volt, hogy az oszlop az épp a malacok mögött volt, tehát majdnem olyan, mintha a malacok közül retusáltam volna ki, hát azért olyan ügyes nem vagyok, malacot nem rajzolok, de szerencsém volt, hogy előtte voltak. Nagyon jön át, de óriási a sár, ezt én rendszeresen vissza lapátoltam, meg kapával, mindennel próbáltam rendbe tartani, hát mondom se kell, hogy a végén a disznók legyőztek, és a mai napig egy nagy dagonyázó hely van ott. Annyi különbsége, hogy 2 év óta oda még nem ment dagonyázni semmi. Na hát ez egy érdekes dolog volt, itt már ugye volt új vaku, tehát sleeve üzemmódba is működtem, vezeték is volt, de például a hátsó megvilágítás az sleeve üzemmódba működött, és volt már azt hiszem hőkamerám is, és felderítettem, hogy van itt egy nagy pele, ami rájött az etetésre, és hát ilyen fotót sikerült róla készíteni. Hát persze ez nem lett egy világra szóló fotó, de élményfotónak nekem kiváló.
Ugyanis hát itt azért a eredeti képméret az úgy van beállítva, hogy abba a szarvas bikának is bele kell férni, ha fölágoskodik akkor is, és akkor jön egy ilyen talán patkány nagyságú kis állatka, tehát hogy az is egyértelműen látszik, hogy ez itt nem a középen, hanem oldalon van elkapva, tehát itt már az éjjellátóval abszolút tudtam követni és komponálni a képet. Akkor újból róka többször is. A konzervkukoricát szeretik a rókák, csirkemáj is, még akkor olcsó volt, azt is szeretik. Közben egy galambgombát látok. Hát ennyi a ez a 100%. Tehát ugye kroppolva van a kép. Hogyha egy bika jön, annak az orra van ilyen magasan, ha nem emeli fel a fejét. Tehát muszáj volt viszonylag nagy látószöggel fotózni, és itt azt a ritka pillanatot látjuk, amikor a őzek megjelennek, december 23-21 óra 39-kor. Hát ez maga volt a csoda, hogy ezek ide merészkedtek, és az is látható, hogy a hátsó világítás az már megvilágítja a párát, és elszíneződést is okoz. Különösebben a fő témánál ez nem zavaró, mert utómunkával, vagy komolyabb utómunkával el lehetne tüntetni, de ekkor még én nem használtam a GIMP meg a RAW terápiát se, tehát az összes fotó az gyakorlatilag JPG-be készült. Akkor folytatjuk 2021. január 1-ével. 22 óra 31 perckor érkezett a róka. F3.5 ISO 100. Az is látható, hogy a sok talajgyengetés ellenére egyre inkább lejt középre, hát ugye nyilván a talajnak egy részét el is fogyasszák a disznók, nem csak széttuják, meg széttapossák, és itt olyan a só mindig leázik, itt a legmélyebb a gödör, és bizony egyre hosszabb az oszlop, és egyre jobban dülöngél, minden fotózás előtt próbálom visszanyomkodni, de hát az a 80 centi, amire lefúrtam, az nem volt elég, úgyhogy a legutolsó helyemen már azért csak ilyen rövid az oszlop, mert ott bizony 120 centiméterre voltam kénytelen lefúrni, és azt hiszem itt is egy lejjebb furásról van szó, hogy kivettem az oszlopot, azt lefúrtam egy métert, még lejjebb tettem. Egyébként ugyanezt az oszlopot vittem át a másik helyre is, mert ilyen már jó magába szívta a sót. És ha jól látom, akkor itt az oszlopba már talán bele is véstem, hogy abba raktam csak sót. Hát ugye itt egy érdekes jelenséget látunk. Tudtam, hogy a világítási síkból az ősz kilépett, mivel ennek meg a vele szemben levő jobb oldalon lévő másik fára van a vaku felszerelve, ami pont az ellenkező irányba világít, és ezre az őszre semmi más nem világíthat, mint ezen a fán levő hátsó fény. Az ősz így megállt, én nekem meg eszembe jutott az, hogy ha felkattintom a fényképező gépen a
kis vakut, amit szinte soha az életben nem használok, akkor egy kis szerencsével megcsillan a szeme. Viszont annyi fény biztosan nem éri az őzet, hogy kivillantani biztos, hogy nem fogom. Itt a távolság egyébként nagyon közel volt, 25 méter, és a perspektíva is viszonylag jó volt, mert dombnak fotóztam, és csak 2 méter magasan volt a les. Nagyon jó hely volt, nem járt erre senki, sokáig itt voltam, csak sajnos itt kaptam a figyelmeztetést az erdészettől, hogy jönnek és vágják a fát, és legyek szíves elköltözni. És be is jött, nem is gondoltam, hogy ilyen jól egy ilyen érdekes fotót sikerült így lőni. Örülök, hogy ez nem maradt ki a válogatásból, ha már mondom, nem láttam, hogy mit válogatok be. Hát egyre jobban fogy a talaj, már az sincs, amit belapátoljak, és egyre jobban kiáll az oszlop. Már március 31-én járok. Úgyhogy közben-közben rengeteg kép kimarad, hát gyakorlatilag minden héten legalább egyszer, gyakran kétszer, sőt, mikor az elején még nem maradtam ki egész éjszakára, akkor majdnem minden nap kimentem. Úgyhogy itt iszonyatos mennyiségű megfigyelésről és képről van szó valójában. És itt sikerült elkapnom ezt a gyönyörű bakot, május 21-én 20 óra 30 perckor. És még olyan szépen be is pózolt nekem, és lefotóztam. Itt közben jutott eszembe, hogy nem is három vakúval fotózok én itt, hanem négyel, ugyanis emellett a fa mellett viszonylag közel van még egy fa, és én arra is tettem fel egy vakut. És bizony annak a fényét látjuk például itt, tehát itt már sötétebb, mert ide világít, sötét, sötét, sötétedik, és hirtelen világos van, meg ennek a fának az oldala is világos, a teteje nem, hát egyértelmű, hogy nem ez, ami ebbe az irányba világít, hanem egy másik mögötte levő fáról jön a fény. Hát ezt én már elfelejtettem, de most olyan a képet megláttam, eszembe jutott. És itt is még az a módszer van, hogy bent van a szóró felett a világítás, a kis lámpa. Ami most már nagyobb fényre van állítva, és szabad szemmel is észreveszem, ha mozgás van a lesen, és a éjjellátó viszont már rá van szerelve a fényképezőgépre, és hőkamerám még nincsen. Lehet, hogy az előbb nem így mondtam, de most jutott eszembe, hogy itt még nincsen. És egy másik érdekesség, egy kis sün, amit szintén sikerült észrevenni, és így viszonylag emlékként megőrizni. Óriási meglepetést okoztak nekem a sünök egyszer, amikor párzási időszakban körülöttem, állandóan szuszogtak, morogtak, zörögtek, és nem tudtam elképzelni se, hogy micsoda. Hát szintén egy ritka vendéget látunk, aki megnyalja a sót, ez most épp a felvillanó vakumat figyeli, hát nyilván nem a villanásra kapta fel a fejét, hanem az előző fotózásból látta, hogy valami villog,
és most próbálja megfigyelni azt, hogy mi villog, csak közben én meg még egyet villantottam és lefotóztam. Gyakorlatilag ekkor voltam a világításnak a csúcsán, ami aztán sajnos folyamatosan romlott, mert egymás után mentek tönkre a vakuk, habár az első automata vakut azt sikerült megjavítani, megmenteni, a mai napig működik, csak hát ugye azt nem használom, mert egy idő után automatikusan lekapcsol és nem tudom elsütni. És mivel nagyon kevés őzet és nulla szarvast sikerült fotózni, elmentem arra az erdő részre, ahol a lásfotózásokat szoktam fotózni, és sok szarvas megjelenik, és megsóztam ezt a tuskót, és akkor készítettem el erre a helyre az utolsó lesemet, amit most bontottam le. Az eredetileg az a les ide készült, és sikerült is némi kilódással pár fotót már készíteni, ez már augusztus 24-e. A dátum azért fontos, mert itt is a szemekbe belevillantottam, és azért világítanak. Ugyanis közelgett a bőgési idő, és sajnos pontosan velem szembe egyszer csak kiosztak egy hordozható lest, ami aztán a mai napig ott van. Tehát én, mivel órákig tartó művelettel telepítem ki a leshez és a fotózáshoz szükséges dolgokat ugyanúgy vissza, nem kockáztathattam meg azt, hogy én ott kipakolok, aztán a vadász megjelenik. Tehát gyakorlatilag nappal elmentem és leszedtem a lest, hazavittem, majd kitelepítettem azon a helyen, ahol utoljára használtam. Majd visszaleszedtem, mert rikították az erdőt, majd újból felszereltem, mert elmentek, de sajnos a vadak még nagy számba nem jöttek vissza. Tehát ez látszik, hogy már kezdtek ide járni az állatok a sóra, nem is igen kellett volna ide más, csak a só. Ugye ezt föléri a disznó is, gyakorlatilag bármi jöhetett volna, de nem jött. És ugye mikor visszaköltöztem, november 5-én, 6 óra 38-kor, tehát világosodáskor, derengéskor megjelent ez a bika. Tehát ugye ez azon a helyen van, ahol befejeztem a fotózástól az utóbbi 2 évben készült videóimnak a helyszínéről van szó, és akkor lőttem. Sajnos ezen a napon történt meg velem az, hogy a főfényem vakuja még a felhelyezés előtt a kezembe kigyulladt, úgy füstölt, mint egy füstölő, utána egész éjjel büzlött, tehát hiába raktam hátizsákba mindenért, ott éreztem a szagát, és ugyanolyan erővel van világítva most előről, mint hátulról, ugyanis a főfényt az 2 vaku adta, és ebből mentünk rá az egyik, és sajnos itt a szarvas úgy állt meg, hogy a hátsó fényhez közelebb van, tehát a hátsó fele megvilágítottabb, mint a eleje. Hát sajnos ez így sikerült,
de más alkalmam nekem nem volt ahhoz, hogy itt szarvast fotózzak. Ugye állatok nem jártak, tehát így gyakorlatilag innen az oszlopot én eltüntettem, kiradíloztam, de látható, hogy semmi mozgás nincs, az avar lehullott, gyakorlatilag szinte teljes állathiány van, hát ez mégis sikerült. És ezzel végére értünk, éjszakai fotózásról több videó megjelenni nem fog, de találkozunk más témákba, szép fényeket. Sziasztok!